Hofsteinváráról az első írásos feljegyzés 1205-ből való, akkoriban a regensburgi püspökség és a bajor Ludwig herceg közös tulajdonában volt. Az erődítmény 100 méterre magasodik a város fölé. A várba panorámalifttel vagy gyalogosan, az eredeti lépcsősoron is fel lehet jutni. Felvonót már a középkorban is használtak. A rabok egy nagy mókus kereket hajtottak körbe, azzal húzták fel a kocsit, amelyen az ellátmány volt. A város első írásos említése a 790 körüli időből származik, városi jogokat 1393-ban kapott, mivel már ezt megelőzően is évszázadokon át jelentős kereskedelmi forgalmat bonyolított le. A város annak ellenére, hogy többször is ostrom és tűzvész pusztította, nagyrészt megtartotta középkori jellegét és építészeti szépségeit. Gazdasági jelentőségét az Infojón megindult hajózásnak köszönhette. A bajorok 1703-ban felgyújtották, 1805 és 1814 között egész Tirollal együtt bajor kézen volt. Ben első Miksa, eredeti nevén Maximilian, szerezte meg a várat és környékét, aki 1512-ben jelentősen kibővítette és megerősítette az épületeket. A vár alapterülete 26.000 négyzetméter. A kitűnő állapotban lévő épület együttes vár jellege 1822-ben szűnt meg. A császártorony a 18. és 19. században börtön volt, leginkább a Habsburgok ellen harcoló politikai foglyok börtöneként tartották nyilván. A császártorony zord celláiban több neves magyar politikai fogoly is raboskodott. A kutatások során több mint 90 magyar rab nevét sikerült kideríteni. Bocsányit a Martinovics mozgalomban való részvétellel vádolták, és 1794. november 11-én letartóztatták. A perben tisztázódott, hogy a szervezkedésben nem vett részt, de egy év börtönre ítélték a mozgalom feljelentésének elmulasztása miatt. 1859 és 1865 között Rózsa Sándort, a híres betyárt is itt tartották fogva.
Rózsa 150 tagú szabad csapatával beállt az 1848-as honvédseregbe, az 1872-ben tartott perben életfogytiglanra ítélték. Rózsa Sándor volt a várbörtön egyetlen köztörvényes fogja. 1868-ban szabadult, a kiegyezéskor létrejövő amnestiának köszönhetően. Rózsát láncra verve mutogatták vasárnaponként a Várospiac terén. Teleki Blanka grófnő a szabadságharc bukása után részt vett a hadbíróság elől bújdosó forradalmárok rejtegetésében. Párizsban élő nővérén keresztül kapcsolatot tartott a magyar emigrációval, és miután a bécsi rendőrség kezére jutott a levelezése, 1851-ben Bécsben elfogták és 10 év várfogságra ítélték. 1857. május 11-én amnestiával szabadult, Ausztriában, majd Franciaországban élt, 1862-ben Párizsban érte a halál, a Montparnasse-i temetőben helyezték végső nyugalomra. 1853. június 30-án Lövei Klárát 5 évi várfogságra ítélték, mert lázító könyveket osztogattak és harcosokat toboroztak. Az 1862-es évet nagyrészt Teleki Blanka körében töltötte, és vele együtt Párizsba utazott. 1865-ben visszatért Erdélybe, és Teleki Miksa gróf gyermekei nevelésével és tanításával foglalkozott. 1889-ben Budapestre költözött, a társadalmi és irodalmi élet tevékeny alakjává vált. Életének egy tragikus baleset vetett véget, Budapesten 1897. április 8-án egy omnibusz elgázolta és néhány óra múlva elhunyt. Búcsúztatására a fővárosban került sor, végső nyughelye azonban Máramarosszigeten, a református temetőben található. Cucor Gergelyt a Riadó című vers miatt 1849. január 18-án fogták el és február 1-én 6 évi, Vasban letöltendő várfogságra ítélték. Április 10-én vitték Kufstein várába, itt külön cellát kapott, és irodalmi tevékenységét is folytathatta. Május 22-én a Magyar Tudományos Akadémia közbenjárására szabadult és ezután Pesten élt, ahol 1866. szeptember 9-én kolerában hunyt el. Kazinczy Ferencet a Martinovics-féle összeesküvőkkel fenntartott kapcsolatai miatt fogták perbe. 1795. május 8-án fővesztésre és teljes vagyonelkobzásra ítélték, de ezt az ítéletet később a király életfogytiglani várfogságra enyhítette. 1799-ben szállították Kufsteinba, ahol egy évig raboskodott.
Életének ezt a szakaszát a Fogságom naplója című művében dolgozta fel. június 28-án kegyelmet kapott a királytól, 1831-ben az országos kolera járvány áldozataként hunyt el, sátorai a új helyen helyezték végső nyugalomra.
A kút kiásása 1512-ben kezdődött, számos bányász közreműködésével. A bányászoknak 70 méter mélyre kellett leásni, hogy a víz szintjét elérjék. A munkálatok a pénz hiánya miatt több alkalommal is abba maradtak, míg 1537-ben sikerült a kutat befejezni és a rendeltetésének megfelelően munkába állítani. A fából készült taposókerék, amellyel a vizet felfelé szállították, még mindig eredeti állapotában van. A taposókerék egyszerre több embernek is helyet biztosított, hogy felgyorsítsa a szállítást. A kereket a foglyok és az erőd egyszerű szolgái működtették, a vizet 50 literes vödrökben húzták felfelé és egy fából készült vájúba töltötték. Első Miksa 1504-ben elfoglalja a várat a bajoroktól, a birodalom akkori két legerősebb ágyújával ostromolta az erődöt. A nehéz ágyúkat 12, de esetenként 30 ló is vontatta. Az ágyúgolyók elérhették az akár 50 kg-os súlyt is. A Kufsteini vár kínzókamrájában a középkorban bevetett kínzási eszközöket és módszereket mutatják be a teljesség igénye nélkül. A vallatni kívánt áldozatot a csuklójánál kötözték fel és úgy húzatták. A folyamatot addig ismételték, amíg sikerült az áldozatnak vallomást tennie. Az áldozat lábánál forró parazsat helyeztek el. Ha szükséges volt, a parazsat tűzre cserélték, mely gyakran az áldozat teljes lábfejét leégette. A présbe az áldozat fejét rögzítették, a székbe pedig leszíjazták az áldozat kezeit. A delikvens ujjait a nyakához rögzített, trombitához hasonló eszközhöz fogadták és egyre szorosabbra húzták a csavarokat. Az áldozattal 6, esetenként 12 liter vizet itattak, ebben a pozícióban a tüdőre és a szívre gyakorolt nyomás által fulladásos halált is okozhatott. A vallatni kívánt áldozatot forró vízzel teli üstbe lógatták. Ha szükséges volt, újra alágyújtottak, ezáltal a fogvatartott elevenem főtt meg szörnyű kínok árán.
A Júdás széknek nevezett kínzóeszköz a 15. század egyik gyakran alkalmazott módszere. A piramis csúcsára ültetett áldozatot a bokáihoz csomózott kötél segítségével húzták erőteljesen lefelé. A kínzás általában nem volt halálos kimenetelű, de maradandó sérülést okozott. A babonák 16. század folyamán tömeges boszorkányüldözéssé változtatták az ősi pogány félelmeket. A boszorkányperek hatására a mágiákon ezrével égették el a sátán szeretőit.